Tavaly május 12-e óta minden csütörtökön lehetőséget adunk, hogy bemutatkozzanak az országgyűlési választásokon egyéniben győztes képviselők, beszélhessenek választókerületükről, jelentősebb feladataikról. Hívunk mindenkit függetlenül attól, hogy kormánypárti vagy ellenzéki. Mai adásunkban Bányai Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője érkezett hozzánk. Kiskunhalas és térsége országgyűlési képviselője egészen biztosan. Jó Bányai reget, Gábor, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ha két-három <coughs> dolgot, fejlesztést, tényt gyorsan ki kellene emelnie az elmúlt évekből, akkor azok mik lennének? Nálunk folyik az ország legnagyobb vasútberuházása, ez a Budapest-Bergrád vasútvonal, amit persze sokan támadnak, de egy nagyon fontos infrastruktúra lesz Magyarország számára. Ez hamarosan elkészül, másfél év múlva talán már lehet is közlekedni rajta. Ami, mert a fontos beruházások, ezek a nálunk határ déli részén, Magyar Határ déli részén, ott eléggé sivár volt eddig a közútfejlesztés utóbbi években, nálunk is legalább 200 km meghaladó mértékben nőttek a felújtott utak mértéke, száma. Ezen túl építettünk újra iskolákat, az összes iskolánkat felújtottuk részben vagy egészben, a kórházunkat úgy újítgatjuk, nem csak foltozgatjuk most már, Épülnek ipari parkok, hűtőházak, logisztikai központok, tehát számtalan fejlesztés folyik, ami mutatja azt, hogy még szükség van rá. Az éghajlati változások viszont érintik ezt a térséget. Azt én tudom, hogy ön személyesen is vizsgálta a csapadékmennyiséget ezen a területen, saját eszközökkel, ha jól, Igen. és az ön adatai Igen. alapján is kimutatható, hogy egyre kevesebb az éves csapadék ebben a térségben, és ez, erre valamilyen megoldást mindenképpen találnia kell. Nem önnek személyesen, de hát az ott dolgozó politikusoknak mindenképpen. A Télaföld, a három vármegye, Békés, Bács-Kiskun, az ország egyik legszárazabb térsége ebbe az évben is az elvártnál fele annyi csapadékos eset, nem tartunk 400 mm környékén csak ebbe az évbe, és óriás a párolgás, és ilyen forró nyár nem volt az elmúlt évtizedekben sem, meg korábban sem. Látható, mérem igen az adatokat, tehát vannak mérőműszereim, és júliusban, augusztusban 10%-a erősebb a mértéke, mint a korábbi esztendőkben, és az elpárolgás miatt, a csapadékhiány miatt, a talajszerkezet miatt, meg az elmúlt 30-50 évben rendves a csapadékhiány miatt óriási károkat szenvedünk el. Mit lehet tenni, milyen források állnak rendelkezésre, mi az ötlet? Reménykedtünk abban, hogy az Európai Újjelkítése alapból majd lehet ökológiai cél a legalább vízbótló rendszereket az országba képíteni. Ez sem tetszett egyébként a bizottságnak, de ettől függetlenül nem lesz más, akkor hazai forrásból kell nekünk olyan terveket megmostanak, amik végre valára az elmúlt 30 évben most először készülnek el olyan kivitelezett szintű tervek, amelyekkel a kormányzat már tud elnyitani egy fegyvertes közösszerzés eljárást, és fogja látni, hogy ugyan mennybe fog kerülni a magyar vállalkozók ajánlat alapján azok a felütási, illetve vízpótó rendszerek, képítések, programja, ami teljesen ki fogunk száradni, és ott fogunk hagyni közel 800 ezer embert a sivatagban. Ha ránézünk a térképre, akkor láthatjuk, hogy, és azért ez pár évvel ezelőtt volt igaz, amit most mondok, hogy a migráció kapuja volt ez a térség. Most is az. Most is az. Ezt akarom kérdezni, hogy ugye a déli határzár megépülte, azért valamelyest javított a helyzet, de most mennyit lehet érezni a, az itteni helyzetből? A legrosszabb szakasz az Szeged és Ásotalon között van. Ö, ugye köz az autópálya, a déli autópálya, ami az A1-es névre Szerbiába. Ennek okán nagyon könnyen át lehet ugrani, úgymond a kerítésig szinte az ember csempészek által idejött, ide, ide szállított migránsoknak. Bács kisújó szakaszon is nagy a nyomás, de csekélyebb, csekélyebb attól, mint a Csongrád család van. Azt látjuk, hogy érgabatlanul megnőtt ezeknek a be, bejövő, beszökő embernek a száma. Rengeteg elhagyott autó van az útjaink mentén, rengeteg időnként cirkál és keresi a polgárőrökkel az átszökőket, hisz óriás határszakaszról van szó, szóval és minden méterre két egy rendőr katona, ami nem áll rendelkezésre. Magyarán szinte... Lukasra vágják a kerítést a Csongrácsanád vármegyei -vár szakaszon. Infrastruktúrafejlesztés, ugye történtek útfelújítások is, és hát a vasútvonalat már említette, mindkettőről beszéljünk egy picit Igen. többet, hogy ez miért volt fontos az itt élőknek. különösen a, ez a Budapest-Belgrád vasútvonal, ez, hogy ez hogy, hogy érinti ezt a térséget? Ez a magyar vasúnak a 150-es kódszámú vasútvonala volt. Ez gyakorlatilag a, a jugoszláv-magyar konfliktusokig, tehát az 50-es évek elejétől kezdve nem kapott fejlesztés lényegében, a villamosításon kívül teljesen leamortizálódott. Ez egy fővonal volt, ez egy déli folyosó, észak-déli folyosó Magyarország számára. Ezt hagytuk veszni, erre most jó pár évvel ezelőtt, lassan már tíz éve elindult a tervezése. Fölajánlotta a kormány egyébként nyugat-európai finanszírozóknak is, gyorsvasútépítőknek építőknek is, senki nem vállalta ezt föl, bár volt rá ígéret már 2002 3 ban is, hogy akár még Bukarestig is elkészül egy gyorsvasút. Na most ez nem jött össze, és nekünk az a déli határszakasz, ahol mi élünk, ott a Balkán kapuja, a Dél-Európa kapuja, stb. névre hallgat, de azt viszont látjuk, hogy az a forgalom, ami Ázsiából, főleg Kínából, Indiából, Vietnámból, tehát a távol-keletről érkezik Európába, az valami 400 millió tonna mennyiségű áram, ami a nyugat-európai kikötőkben volt eddig kirakva. Na most utána a kínaiak, a görög pénzügyi válság idején megvették a Pireuszi kikötőt, és rájöttek, hogy sokkal rövidebben az út, és ennek egy jelentős mennyiségű árut készletét lehet itt ezen keresztül áthozni. A korábbi egy millió tonnához képest itt 10-20-30 millió tonnáról beszélnek a szakértők, ami át fog érkezni a térségen. Ez egy jelentős bevétel lesz a magyar államvastaknak majd. Kevesebb, mint egy percünk van, de ha egy Ezt picit előre tekintünk, akkor mik lehetnek a jövő nagy kihívásai ebben a térségben? Ugye mi egy fogyásra ítéltérség vagyunk, a határmentítések szinte mindegyike ilyen, tehát nagyon jelentősen csökkent a lélekszám 1990 óta. Nekünk kell az infrastruktúra, tehát várjuk azt, hogy a az m es autópálya végre elinduljon mifelénk a szexádi Dunaitól. Ha az elérkezik a tompai határát, kellik, elérkezik majd Szegedig, akkor be leszünk kötve egyrészt a magyar, meg egyrészt az európai körforgásba. Másodszor pedig kiváló földjeink vannak, kiváló adottságaink vannak, még ha kevés csapadék, de még öntözni lehet. Az ország legjobb minőségű mezőság termőterületéről beszélünk, ahol az élelmiszeriparnak óriási hívője lehet. Tehát a turizmusban, Budapesten nem tudják, milyen az Alföld szerintem, nagyon az ország részén nem is tudják, milyen szép az Alföld, gyönyörűek a mi pusztáink és eldénk, gyönyörű helyek vannak, és hogyha minden jó sikára, akkor még hamarosan lesz egy fantasztikus gyógyfürdőnk is, is. Köszönjük, hogy mindezt elmondta. Bányai Gábor, Kiskunhalas és Térsége országgyűlési képviselője volt a vendég. Köszönöm szérkesztő.